egyébként sokkal izgalmasabb, mint amilyennek előről látszik. Megmutatom nektek hátulról is. Ezt egyébként az öcsémtől nyúltam le, ez egy fiú póló, a New Yorkerből vette, és neki már nem kellett, úgyhogy nekem tök jó lesz. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra a csatornámon! A mai az ismét egy nagyon izgalmas videó lesz számomra, ugyanis a párom nemrég érkezett haza Madridból, tenisztornám volt, és hozott nekem nagyon sok izgalmas dolgot, úgyhogy már alig várom, hogy megmutathassam nektek. Emellett, amíg ő Madridban volt, én itthon is shoppingoltam egy kicsit, főként most ruhákat vásároltam, úgyhogy igazából ez egy ruháshaul lesz, de azért néhány sminkterméket is fogok nektek mutatni, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, hogy mik ezek, akkor tartsatok velem! Kezdem először a smink termékekkel, mert azok vannak úgymond kisebbségben. Először is vásárolt nekem Madridban a Sephora boltban néhány szépséget. Kaptam tőle ezt a csodaszép Sephora in Palette Delicate Nude nevű szemhéjfesték palettát, aminek a csomagolása csodaszép. Kicsit ilyen kígyó, bőrhatású, nagyon elegáns topban találunk 12 színű szemhéjfesték palettát egy nagy tükörrel. Ezen kívül van még benne egy ecset, ami egy abszolút szuper jó minőségű ecset. Az egyik oldala ilyen picit ducisabb, satírozó, illetve szemhéjfesték ecset. A másik pedig egy ilyen szemceruza, szemhéj tus felvitelére is használható ecset. Ezen kívül még van még benne, ami engem a legjobban meglepett, egy szemceruza, aminek eszméletlen szép aranyos, barnás csillogása van, úgyhogy már nagyon-nagyon izgatott vagyok, hogy kipróbálhassam ezt a palettát. A színek azok nagyon csodaszépek, inkább hideg tónusú színek vannak benne, fényes és matt színek egyaránt. Nagyon-nagyon pigmentáltak a színek, mind a fényes, mind a matt színek, csodaszép színük van. Ennek volt egy másik kivitele is, ami az In The Black volt, azt hiszem. Viszont ilyen telefonos egyeztetés alapján én ezt választottam, ezt az In The Nude palettát, mert sötétebb színű szemhéjfestéket egyrészt ritkában használok, másrészt pedig az sötétebb, feketésebb, lilás színekből szerintem nekem több van, mint az ilyen nagyon szép, szolid nude szemhéjfestékekből, úgyhogy ez az egyik, amit kaptam. A másik pedig ez a Too Faced márkának a Milk Chocolate Soleil, a Light Medium Matt bronzosítója, amiről már rengeteg videót láttam a YouTube-on is, nagyon sok jót hallottam róla, és azt is tudom, hogy csokoládé illata van, és tényleg csoki illata van. Nagyon-nagyon érdekes. Picit ez inkább egy hideg tónusú matt bronzosító. Van benne, ebbe is van egy hatalmas nagy tükör, ami rendkívül praktikus, és 10 g-nyi bronzosító van benne. Nagyon szép, aranyszínű, elegáns csomagolása van, ami szintén nagyon-nagyon tetszik, úgyhogy már alig várom, hogy kipróbálhassam. Ezen kívül én itthon vettem magamnak a DM-ben két dolgot. Az egyik az Essence-nek most jelent meg nemrég, ez a Velvet Stick nevű rúzs ceruza vonala tulajdonképpen. Vannak matt és vannak fényes finisű ceruzák is a kollekcióban. Én a mattok között válogattam, és erre esett a választásom, ez a 05-ös Plum Perfect szín. Így néz ki maga a ceruza. Ezt már egyszer kipróbáltam, és tényleg nagyon jó kis matt színe van, nem szárítja egyáltalán a számat, és nagyon pigmentált, úgyhogy nem akarok hülyeséget mondani, azt hiszem ilyen 700-800 forint körül volt az ára, úgyhogy abszolút nem bántam meg, hogy megvettem. Ez sem igazán az a tavaszi szín, viszont én mostanában az ilyen színeket nagyon-nagyon kedvelem, úgyhogy szerintem ezt sokat fogom használni a közeljövőben. Például ilyen sminkhez is, ami most is rajtam, hogy csak egy egyszerű szemhéjtus, műszempilla, ha van kedvem, felteszek egy műszempillát, az alsó szempilla vonalon, ahogy láthatjátok, nincsen semmi, és akkor ez mondjuk egy ilyen intenzív színű rúzs ráviszünk, és kész is vagyunk. Másik dolog, amit vettem a DM-ben, az Alverde márkának ez a Mix Your Makeup színárnyalat szabályozója. Ez egy olyan termék, amit ha összemixelünk az alapozóval, akkor tudjuk ezzel világosítani. Van ennek egy sötétebb variációja, és azzal pedig tudjuk sötétíteni az alapozót. Az öcsém barátnője akadt rá erre a termékre igazából, és mondta nekem, hogy van ebből ilyen világosító is, úgyhogy hát én se hagyhattam ki, beszereztem a világosító színt, még nem próbáltam. Ez egy tényleg szuper világos szín, nagyon kíváncsi leszek rá, hogy tényleg kivilágosítja-e az alapozót, és nem változtatja meg a finisét, a textúráját, illetve a tartóságát az alapozónak. Meglátjuk. És akkor térjünk át a ruhákra. Először megmutatom, amit Madridból kaptam a vőlegényemtől. Több pólót hozott nekem. Az egyik, ha már madridi tenisztornánál tartunk,
akkor kaptam tőle egy Madrid feliratú pólót, amin rajta van a madridi tenisztornának a logója. Itt látható, hogy Mutua Madrid Open itt is feliratozva van, hogy hol járt tulajdonképpen. Aztán kaptam még ettől az OKC márkától egy pólót. Nem ismerem ezt a márkát, még nem kerestem rá az interneten egyébként, hogy milyen termékek vannak, viszont ez is egy szuper cuki sportos póló. Woodland Hills Beach Club feliratú. A nyaka az ilyen kék kis varrásos. Nagyon kis rövid ujja van, rövid derek. Kaptam még egy pólót a Bershkából. Hát ez a póló, ez szerintem mindent visz. Ez egy oversize póló, XS-es méretű és ekkora. Tehát láthatjátok, hogy elég nagy méretű, úgymond én úgy jól boyfriend póló. És hát ez a felirat az elején. Cápa az egyik kedvenc állata, úgyhogy stílusosat. És a nyakán még itt látható egy ilyen kis halszarok, ahogy beleugrik a vízbe. Úgyhogy szerintem ez nagyon-nagyon cuki póló, úgyhogy ennek is nagyon örültem. És amúgy is, ahogy láthatjátok, ami most rajtam van, ez is egy fehér póló, imádom a fehér pólókat, az ilyen bézi pólókat. És akkor nézzük, hogy miket vettem magamnak. Először is van itt néhány apróság az H&M-től. A szatyor az megtévesztő, mert hatalmas szatyrot kaptam ennyi dologhoz. Vettem egy nyakláncot, ami egy rose gold színű, ilyen falevél van a végén, hát ezt nem tudtam otthagyni, mert imádom a rózsgold színű dolgokat. Van ilyen már nekem sárga aranyszínben, úgyhogy nagyon örültem, amikor megláttam ezt a rózsgold színű kivitelt. Ez 1790 forintba került, szerintem egy kicsit borsos volt az ára, de nem tudtam otthagyni. Aztán vettem még egy ilyen szuper cuki hajgumi szettet, amiben van egy gyöngyös hajgumi, egy ilyen kis basic sötétkék színű hajgumi, és ez a masnis puder színű hajgumi, ami eléggé kislányos szerintem, de meglátjuk. Ez a gyöngyös hajgumi, ami megtetszett nekem az egész a legjobban, úgyhogy tulajdonképpen ezért vettem meg ezt a szettet, de szerintem a többit is ki fogom tudni használni, ez 990 forintba került. És még egy dolog, amit szintén nem tudtam otthagyni, az pedig ez a kisegér formájú ajakápoló. Ez 790 forintba került, a pénztárnál voltak kitéve ezek a cukiságok, és ahogy megláttam, hát egyből beleszerettem. Kíváncsi vagyok, hogy milyen minőségű maga az ajakápoló, amit benne fogok találni a kisegérben. Az illata az finom, és egész jó kis zsíros, krémes állagú ajakápoló. Így úgy voltam vele, hogy ha még soha nem fogom használni, mert nem tetszik maga a termék, ami benne van, akkor is ez dekorációnak a sminkes szekrényemre. Szerintem nagyon cuki. Aztán a Zarából is vettem néhány dolgot magamnak. Az első, amit vettem, már nagyon régóta szerettem volna magamnak egy zarás parfümöt, és most rákattam a tökéletes illatra. Ez a Red Vanilla nevű illat. 3000 forintba került 100 ml. Ki is pontom. Rengetegféle zanás parfüm volt, és nagyon sokféle illat közül lett választani. Ezt már korábban is említettem nektek, amikor a parfüm kollekciós videómat készítettem, és abban bemutattam a zanás testpermetemet, hogy nagyon sokféle illatvariáció van, és abszolút megfizethető áron vannak mind a testpermetei, mind a parfümjei. Úgyhogy én megtaláltam a tökéletes illatot, én nagyon-nagyon örülök neki, és fújom magam vele. Ezt az illatot egy picit a Lancôme La Vie Belle-hez tudnám hasonlítani, attól egy icipicit virágosabb és kevésbé édes illat így elsőre. Amikor elszáll, akkor még jobban hasonlít a La Vie-hez, mert akkor jön ki szerintem a vanília illat belőle. És van még két pólóm. Ezek is ilyen teljesen basic pólók. Viszont nagyon sokat hordok mostanában ilyen pólókat, úgyhogy kézenfekvő volt, hogy ilyeneket választok magamnak. Az egyik ez a keki színű, még csak most látom, hogy ez kereknyakú kivitel. Ez olyan fazonú póló, hogy a hátulja egy picivel hosszabb, az eleje egy picivel rövidebb, itt láthatjátok. Teljesen sima, rövidújú, semmi extra nincsen rajta, abszolút semmi. Annyi tényleg, hogy az eleje az ilyen egyenes vonalú, a hátulja pedig lekerekített és hosszabb egy picikével, mint az eleje. 2000 forintba került a Zarába, az ilyen basic pólókat nagyon jó áron lehet beszerezni, és én szeretem őket, mert szerintem nagyon jó anyaga van, én még nem csalódtam bennük. A másik pedig egy atléta, szintén ez az oversize, picit ilyen boyfriend stílusú.
ez egy ilyen nagyobb kivágásra, hogy itt láthatjátok, viszont ez zárt kereknyakú. Itt az elején is a hátulja is egyenes oldalú, viszont ugyanaz megvan, mint az előző pólónál, hogy a hátulja hosszabb egy picit, mint az elején, és ennek fel van slitzelve, úgymond az oldala. Ez az atléta is 2000 forintba került, úgyhogy abszolút megérte az árát. És akkor már csak egy dolog maradt hátra, az pedig a New Yorkerből szereztem be magamnak. Van már egy boyfriend jeansem, viszont nagyon szerettem volna egy másikat, ami picit sötétebb kék és jobban kiszaggatott, mint a másik. Az egy zarás, nagyon világos színű variáció. És a New Yorkerben találtam meg a tökéletes, ami pedig így néz ki. Ez 8000 forintba került egész pontosan. Csípőfazonú. És ennyire van kiszaggatva, ettől jobban azért olyan nem szerettem volna, ami ettől jobban ki van szaggatva. Nagyon tetszik, hogy fel lehet hajtani az alját, az alja egy picit beszűkül, ahogy láthatjátok is. Hátul semmi nincs rajta igazából, két zseb, ami egy nagyon picit ki van szaggatva. A 25-ös szerintem ez a legkisebb méret, én rám ez volt jó, úgyhogy nem is vaciláltam sokat, hogy mi legyen vele, amikor megláttam. Ez is egy ilyen stretches fazonú, nem szeretem azokat a farmerokat, amik nem stretches, mert azok nagyon kibővülnek rajtam, és utána már néz ki rajta, mint tehén ennek gatya. És hát ennyi lett volna már a videó, mindent megmutattam nektek, amit most legutóbb kaptam, illetve magamnak vásároltam. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, hogy megnéztetek, találkozunk legközelebb. Sziasztok!